Bekecs az elmúlt években folyamatosan épült, szépült és fejlődött. Emelkedik az újonnan betelepülők száma és a fiatalok érkezésével kezd benépesülni újra az élhető kisközség. A település polgármestere elégedett és örömmel tölti el a demográfiai változás, hiszen 25-30 gyerek születik egy átlagos éven a bekecsi családokban. Ahhoz, hogy a szülők életét megkönnyítsék, kedvező oktatási és nevelési feltételeket teremtenek. A helyi óvoda maximális gyermeklétszámmal és teljes kihasználtsággal működik, azonban igény mutatkozott a családoknál arra is, hogy bölcsödéskorú csöpségeiket is a helyi nevelési intézménybe járassák. Így jött Bekecs község vezetésének az az ötlete, hogy pályáznak a terület és település fejlesztési programba bölcsödeépítésre. A munkálatok idén júniusban kezdődtek meg, a tervek szerint őszre szerkezetkész állapotba kerül az épület. Nagy örömet okozott számunkra, amikor megkaptuk a támogatói döntést, hisz Bekecs esetében azért a születésszám szépen alakul, egy átlag éve nekünk 25 új gyermekünk jön a világra. És ezeknek a gyermekeknek szerettünk volna egy megfelelő szintű bölcsődei elhelyezést biztosítani, és a területfejlesztés operatív programon belül sikeresen pályáztunk, 89.540.440 forintot nyertünk, amivel a pályázat keretén belül elkészítjük a bölcsődét és lefolytatjuk a szükséges hatósági eljárásokat, valamint berendezzük azt. A beruházás elkészülését követően két csoportban 24 gyermeket tudnak majd fogadni, és 5 új munkahelyet teremtenek majd. A bölcsödét két csoportra 24 férőhelyre terveztük meg, erre pályáztunk és ezt sikerült elnyernünk. Természetesen a bölcsödei szobák mellett a szükséges előírásnak megfelelően kialakítunk egy melegítő konyhát, közösségeket, a dolgozóink számára a szükséges egészségügyi és úgymond foglalkoztató tereket, irodákat, raktárakat, ami szükséges. Számunkra is egy kicsit meglepő, hogy nem csak falunkban, hanem a környező településekről is jött érdeklődés a bölcsödék iránt. Amikor kiválasztottuk a helyszínt, az egyik szempontunk az volt, hogy az óvodánkba sok úgymond külső és környező falvakból jövő szülő is behozza a gyermekét. És bizonyos családokban nem egy gyermek fordul elő, hanem hála Istennek kettő vagy több. És nincs is köztük olyan nagy korkülönbség, tehát logikusnak azt tűnt számunkra, hogy a bölcsöde közvetlen közelében lesz az óvodának, hogy a szülőknek is logisztikailag könnyebb legyen megszervezni az életüket, tehát a gyerekek intézménybe járását. És én úgy gondolom, hogy nem csak a bekecsiekkel, hanem így mondta, az érdeklődő szülők gyermekevés fel tudjuk tölteni, bár ez egy folyamat, tehát én úgy gondolom, hogy nem feltétlenül a nyitás napján itt lenne 24 gyereknek, hanem egy folyamat során fogjuk természetesen biztosítani a gyerkőcöket a bölcsöde számára. Napjainkban egyre nagyobb igény mutatkozik a gyerekek napközbeni ellátására, hiszen az anyák gyakran a picik két esztendős kora után már szeretnének visszakerülni a munkavilágába. Ezt ismerte fel Bekecs község önkormányzatának vezetősége is a kiírt pályázatból egy 21. századi kor követelményeinek megfelelő két csoport szobával és kiszolgáló helységekkel rendelkező épületet készítenek majd el. A tervek szerint jövő januárban pedig már a kisgyermekeket is szeretettel várják az új bölcsödében Bekecsen.